magyar települések érdekes események. Különleges dolgot találtunk, Vályok házas konferencia lesz Diós Jenőn. Na de ebből az alkalomból mi most sok mindenről szeretnénk beszélgetni, hiszen stúdiónk vendége a Boróka Egyesület elnöke, Luhár Saf Ibolya, és minket abszolút érdekel, hogy vajon egy egyesület mikor és hogyan gondol ki egy-egy rendezvényt. Szeretettel üdvözlöm! Köszönöm szépen a meghívást, és nagy örömmel vagyok ebben a családias hangulatú stúdióban. Köszönjük! Az egyesületünk alapvetően gyermekvédelemmel foglalkozott, az is a nevünk, hogy Boróka Gyermekjóléti Egyesület. Annak idején 2003-ban alakultunk, és kimondottan hátrányos helyzetű gyerekeket üdültettünk. Akkor a székhelyünk az Mogyoróska mellett Fonyban volt, nem tudom, ha járt már esetleg azon a gyönyörű környéken, az Emplénben. Viszont a családunk és a jó magam a férjemmel áttettük a székhelyünket Nógrád megyébe, ide költöztünk Diós Jenőre. Így a Borsod, Abaúj Zemplén megyei központunk az megszűnt, és áttevődött a székhelyünk Diós Jenőre. És 2007-ben Diós Jenőn vettünk egy 100 éves házat. És ez a 100 éves ház, ez vályokház volt. Semmit nem tudtunk róla, fogalmunk se volt, hogy mibe vágunk bele annak idején. Csak azt tudtuk, hogy szeretnénk egy saját házat, és felhívtuk a plakáton szereplő Mednyánszky Miklós szakértőt, aki eljött, megnézte, és mindenféle tanácsokkal ellátott. Igazából ez a szerelem ez akkor alakult ki a vályokházak iránt, és idén sikerült egy olyan programot összeállítanunk az egyesületünk szervezésében, az úgynevezett Borókaházban, Diós Jenőn, hogy meghívtuk az összes fontos, számunkra fontos szakembert, és igyekszünk nagyon jó és gazdag programmal készülni. Maga a vályokház szeretete az végül is hogy realizálódott? Mit éreznek, amikor belépnek egy vályokházba? Ezt már nagyon sokszor beszéltük a férjemmel, hogy belépünk a házba, és ránézünk az egyik falra. Igen, ezt a Vikiék csinálták, itt ők tapasztottak. Igen, erre emlékszem, ezt anyukádék szenvedtek vele, hogy itt volt egy púposodás. Elképesztő mennyiségű emberi energia kell bele, és nagyon sok szeretet ahhoz, hogy egy lélegző, élő házat az ember tudjon ápolni és felújítani. És állítólag, az jó érzés, az egészség, a természet is valahogy úgy benne van. Ez tényleg igaz, hogy a falak lehelik ezt a... Igen, én most átszáfolok, mert egy kicsit náthás vagyok, de nagyon jó a légáteresztő képessége ezeknek a vályokházaknak, és igaz az, hogy télen fűt, nyáron hűt. Ami azt jelenti, hogy a 40 fokos melegben, amikor belépünk egy zárt ajtóval és zárt ablakkal létező vályokházba, akkor az megtartja a hűvösségét. Beszélgettünk arról, hogy érdemes a Facebookon is utána nézni magának az egyesületnek, és hogy van külön vályokházasok oldala. Hányan vannak? A Boróka házas oldal is 1000 feletti tagot számlál, viszont a vályokházas oldal teljesen hobbiból indítottam el, kimondottan azért, hogy a baráti körünkben ezt egy kicsit terjesztem, és jelenleg már 6000 főnél járunk. Két vezetőnk van, aki a szakmai tanácsokat adja, Vas Zoltán és Vas Alexander Siklósról. Akkor már csak azt mondjuk el a nézőknek, hogy mikor lesz ez a konferencia, hát ha szívesen lemennének. 2018. június 30-án és július 1-én, szombat-vasárnap, egészen korán kezdünk, és egészen későn borkóstolóval zárunk. Iponyékről várunk egy borász barátunkat, akinek díjnyertes borai vannak. Vasárnapra pedig kosárfonással készülünk, illetve kisvonatozással, mert az egyesület rendelkezik egy gumikerekes kisvonattal, és azzal átmegyünk Kemencére egy kicsit vonatozni az erdőben. Nem is tudom, hogy a sok téma közül mivel folytassuk, de ha már a kosárfonást is említettük, és hogy lássák, hogy egy ilyen nagy rendezvényen tényleg mennyi minden történik, hát hozott nekünk kosárfonással készül kosarat, meg valami tündéri dolgot. Először ezt mutassuk be. Ezt nagyon szívesen bemutatom. Ez egy madáretető, amit a barátaim fontak. Zöld fűzfonanda néven lehet őket megtalálni interneten, és a Vörösmarty téren nagyon sokáig árultak, a külföldiek nagy örömére és a hazaiak nagy örömére is. Ami különleges, és a kosarakon is jól látható, hogy ez sötét színű. Igen, ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy hántolt vesszővel dolgoznak a kosárfonok, ez viszont hántolatlan és megfőzött vessző. Azt gondolom, hogy ez az ő
egyik stílusjegyük, és nagyon különleges és gyönyörű, hatalmas nagy kosarakat is hozhattam volna, de nem fért volna a stúdióban. Ez mi célt szolgál, mert látunk rajta két? Ez biciklire erősíthető kosár, és van benne egy acélszerkezet, ami mereven tartja, tehát 20 évet szolgál ez a kosár, hogyha valaki rászánja magát és megvásárolja, de nagyon csodálatos dolgokat készítenek még. Én mellettem is van egy kosár, ami meg azért érdekes, mert a formája egészen szokatlan. Mit kell róla tudni, vagy miért ilyen csak úgy? A két kosárfonóból a leányzó azt hiszem a kísérletezőbb, és ő szeret kipróbálni új formákat, míg a férjről tudom, hogy ő pedig hatalmas gömböket és hatalmas méretű tereket tud befonni. A kosárfonás az egy nagyon nehéz fizikai munka is egyben, és a lányról tudom, hogy ő szereti az új dolgokat kipróbálni. Hát ez tulajdonképpen akár még egy női táskának is elmenne, mert olyan sikkes, olyan helyes, és egy jó farmer mellé, vagy egy térnadrág mellé nagyon-nagyon tetszik. Hát ennyit a kosárfonásról, és nem csak ennyit lehet megnézni ezek szerint a második napon, amikor a fesztivál van, illetve konferencia, ez azt jelenti, hogy komoly előadások is lesznek? Nagyon komoly mérnököket várunk. Jogszabályokkal felvértezve, amit egy kicsit tartok is, de ezeket mind végig kell hallgatnunk és meg kell ismernünk ahhoz, hogy jogszerűen, szabályosan építsünk vályogházat. A két nap kicsit ketté válik, az első nap inkább a felújítás körül lesz, és ott vályogvetés is lesz, kicsi vályogházat is készülünk építeni. Természetesen gyerekeket is várunk minden mennyiségben, és a második nap az pedig a nulláról, hogyan lássunk hozzá egy új vályogház építésének. És itt kemény jogszabályi ismeretek kellenek hozzá. Tehát akkor érdemes úgy a felnőtteknek menni, hogy ők tanulhatnak is, sok információt szereznek be, míg a gyerekeknek lesznek szórakoztató elfoglaltságok addig is. Tehát akkor egyszer beszéltünk mi most a vályogházas konferenciáról, de itt nem ér véget a különlegesség, és akkor azért ismerkedjünk meg a Boróka Egyesülettel. Miért lett Boróka a neve? 2003-ban, amikor még a Zemplénben volt a házunk, akkor azon gondolkodtam, hogy mi az a név, amit adnék a lányomnak, ha megszületne, és a Boróka nevet választottam. Másrészt azért is, mert az egy nagyon különleges fafajta. Régen a sámánok a borókának a fájából faragták vagy vágták a botjaikat. Egyrészt van ez a hagyományos vonal, a másik pedig, hogy valóban nagyon szép névnek tartom. És 2014-ben, amikor a Boróka ház megszületett a lányom is, aki a Boróka nevet kapta, így állapodtunk meg a férjemmel. Neki is ez volt az a név, amit tetszett. És akkor a célkitűzés? A célkitűzés az volt, hogy nyertünk egy pályázatot, amiből vásároltunk egy vályogházat, azt felújítottuk, és különböző termekben különböző foglalkozásokat tartunk. Az első szoba az tiszta szoba, az a hagyományőrzés, egy szövőszékkel, régi-régi bútorokkal. A középső szoba az ilyen kicsit recepciós jellegű, informatikai felszereltségű. Van egy gyermekszobánk, amit most kicsit masszázszobának használunk, mert gyerekek kirepültek. Van egy médiatermünk, ahol folyamatosan kóruspróbák vannak, varróklub, mindenféle közösségi program előadás, és van egy közös konyhánk, ahol főzőklubot tartunk és egyéb elfoglaltságokat. Most mindjárt jön a befőzés, és célunk, hogy közösen is befőzzünk különböző gyümölcsöket. Ez borzasztó soknak tűnik. Én nem is tudom, hogy bírják, hányan csinálják az egyesületet. Nagyon sok az önkéntesünk, ami azt jelenti, hogy a stúdióhoz hasonló szeretett közösség van. Rengeteg energiát tesznek bele az emberek azért, hogy működjön. Például a füves asszonyunk, aki gyógynövénytermesztő és gombaszakértő is, ő most egy gyógynövény ünneppel készül, most szombaton. Nagyon sok programmal várjuk az embereket gyógynövénytúrával. Jó magam a projektmenedzseri szférában dolgoztam sokáig, és így pályázatok révén egy kicsit tudjuk a működést finanszírozni, és a gumikerekes kisvonalat segítségével, az abból származó bevétellel, és egyébként 6 kollega dolgozik jelenleg együtt. Ha már a kisvonatot említettük, mi az, hogy gumikerekes kisvonat? Semmi köze az igazi vonatokhoz. Ugye itt van a vonatos táborunk is, ami kimondottan a vonatokról szól. Ez is most lesz aktuális. Igen, vasút modellező tábor. Egy nagyon jó barátunk, operatőr és
zenész és vasútmodellező egyben, és apuka. Ő tavaly megálmodta, hogy akkor indítsunk egy ilyen tábort, nagyon nagy sikere volt. Tehát egy részben készítünk egy terepasztalt, amit a végén összeépítünk, utána rengeteg túra, és nagyon sok programmal várjuk a gyerekeket. Ez július 2-től 6-ig, illetve 9-től 13-ig lesz, két turnusban. Hát ez nagyon érdekes, és én örülök, hogy a legkülönbözőbb módon igyekeznek összetartani Diós Jenőnek a lakosságát, mind a gyerekeket, mind a felnőtteket. Tulajdonképpen betölti a kultúrház szerepét. Mert nincs Diós Jenő. Nincs. Igen. Ez volt az egyik kiinduló pont, amikor pályáztunk, ugyanis 3000 főt számlál Diós Jenő nagyságrendileg, és a környéken talán az egyetlen település, ahol nincs most működő művelődési ház. Ami volt, annak a vezetője írta ezeket a könyveket is, amiről majd szeretnék egy pár gondolatot még mondani. És valóban egy hiánypótló hely vagyunk. De nem csak Diós Jenőnek, hanem a környékről, még akár Budapestről is járnak hozzánk. Hát el is hiszem ennyi izgalmas programmal. És akkor, ha már megemlítettük, hát Diós Jenőnek vannak neves szülöttei, akik még aktívak és írnak is. Kivel kezdjünk? Vég Józseffel kezdeném, aki több könyvet is írt. Van egy hazaváró helyismereti sorozatunk. Ez egy egész település sorozatot magába foglaló könyv, amely bemutatja, hogy mik azok a nevezetességek és történelmi hagyatékok, amikkel rendelkezünk, és amit érdemes meglátogatni. Diós Jenő bővelkedik ezekben. Aztán Vég Józsefnek van egy másik könyve is, amely egész Diós Jenő történetét egészen a mindennapokig felöleli. Szerintem nincs is olyan család Diós Jenőről, aki nem szerepel ebben a könyvben. Tehát ebben kis történetek vannak, visszaemlékezések? Igen, igen. Fénykép, archívumok és minden, ami Diós Jenőhöz kapcsolódik. Aztán Teszári Károly, akiről azt kell tudni, hogy író, költő, tangóharmonikán játszik, és egyébként erdész. Karcsi bácsit nagyon szeretjük. Na de ez már egy más, hiszen itten költeményeket találunk benne, tehát ő maga ír, és esetleg meg is zenésíti? A saját verseit nem, de szokott tangóharmonikán játszani. Uh-huh. És nagyon sokszor, amikor meghívjuk őket, mert ők a bölcsdiók, itt most nem tudom az összeset bemutatni, de több bölcsdió is van Diós Jenőn. Esténként szoktunk estéket rendezni, amikor ők eljönnek. Vég Józsi bácsi a riporter, és egy egész estét együtt töltünk. Hát én csak gratulálni tudok. Nem tudom, hogy mi a jövő az Egyesületben, mi az, amit szeretnétek még mondjuk idén elérni? A gumikerekes kisvonatra visszaugranék még egy mondat erejéig, hogy ugye ez nem vonat, hanem egy felépítmény, ami a Dottóhoz hasonlít, de nem Dottó, ezt Magyarországon gyártották, és ezt is a pályázat keretében nyertük el. 56-an férünk el rajta, és mivel elég erős motor van benne, ezért át tud kelni a hegyen. Lassú jármű, mindenki megnézi, és az óvodástól a nyugdíjasig mindenki nagyon szeret rajta utazni. Úgyhogy az a tervünk, hogy minél több csoportot szeretnénk elérni. Tulajdonképpen mi szolgáltatást is nyújtunk, gyerekcsoportokat is fogadunk, kézműves foglalkozást tartunk, és a kisvonatozás van. És azt gondolom, hogy szolgálunk is, hiszen a falu egyéb kulturális rendezvényeit azt szeretetből végezzük. Hát nagyon-nagyon dicséretes, és gratulálunk is az eddigi munkákért. Beszéltünk ugye a vasút modellező táborról, ez lesz kétszer is, július 2-től 6-ig, és 9-től 13-ig. Ez még elképzelhető, hogyha valaki most azt mondja, hogy ó, hogy szereti az unokám a vasutat, akkor még lehet jelentkezni? Igen, ez annyira találó volt, az unokám hogy szereti, mert akik jönnek, ők elképesztő, hogy milyen szerelemmel érkeznek meg, és már azonnal olyan szavakkal és szakifejezésekkel ugranak be. Elképzelhető, lehet jönni. Várjuk a jelentkezéseket, visszajelzek, hogyha betelt a létszám. Köszönjük szépen, és akkor viszont átadom a végszót arra, hogy a Vályok konferenciára hívja meg nézőinket. A Vályokházas konferenciára mindenkit szeretettel várunk, nagyon sok programmal és olyan szakemberekkel, akik az egész országot járják, és fantasztikus lehetőség arra, hogy az ember tanuljon a vályokházakról. Köszönöm szépen, te jázzunk!